Üdvözlöm a kedves nézőket, új műsorral jelentkezünk, várhatóan havonta legalább egyszer. Új műsorhoz új szereplők is kellenek, és ha már van egy Breuer televíziónkban, akkor ehhez kell még egy Breuer. Üdvözöllek itt Breuer, Zévi Ádám Danielt. Üdvözöllek téged is. És természetesen azért megmondjuk azoknak, akik nem tudják a nagy titkot, Ádám fiamról van szó. Ádám, szerinted mit kéne a neved aláírni? Ez egy nagyon jó kérdés. Sokat talán világutazó? Talán nyelvész? Talán közgazdász? Talán agykutató? Igen. Sokat gondolkoztunk a kollégákkal. Én amellett voltam, hogy inkább ne írjunk ki semmit, de aztán kértük a nemzetközi kapcsolatok szakértőjét, bár szerintem azért távol vagyunk ettől a megfogalmazástól, de tény az, hogy sok helyen éltem, sok helyen dolgoztam, sok mindent láttam már, úgyhogy azt mondom, a nemzetközi kapcsolatok szakértő egy kis túlzással. Nem túlzás, az hát, hogyha valaki már diplomata is volt több mint 4 évig, akkor már ez dukál neki. Köszönöm szépen. Forever. Én azzal kezdeném tulajdonképpen a beszélgetéseinket, meg a nézőknek elmondanám, hogy ez a műsor arról szól, hogy egy nem létező repülőszőnyegre fölülünk, és elkezdünk bolyongani a levegőbe, aminek hátrányai is vannak, hogy egy repülőszőnyegen nem jön az első osztályon a légiutas kísérő, és nem hoz innivaló, de hát ezért itt vannak a jó heti tévés bögréjünk, hogy ebből ígyunk, amiben most éppen szódavízzal feltételezően a tiédbe kávét tettek. És úgy össze-vissza, és mindenről, ahol eszünkbe jut. Én kezdeném a legizgalmasabb konferenciára. Emlékszem, amikor még a nemzetközi szakértés úgy elején voltál, és el kellett menjél egy konferenciára Mongóliába, és 2 héttel előtte attól azért aggódtál, hogy mongolul még nem tudsz. Igen, helyesbítenék, Kazasztánba mentem konferenciával, nem Mongóliába. Mongolul tanulni kellett jó sokáig, valóban. Hozzáfűznék annyit a repülőszőnyeg hasonlathoz, hogy én is úgy gondolom, hogy ebből a szempontból kell megközelítenünk a dolgot, mert ugye arra időnk sajnos nem lesz, hogy minden témát mérehatóan kivesézzünk, de a felületesnél talán egy kicsit jobban bele fogunk merülni minden témába a beszélgetéseink során. Valóban el kellett menni Kazasztánba egy konferenciára ezelőtt néhány évvel, még a karrierem talán kezdetén, és akkor szembesültem életemben először talán azzal, amit mindenesetre idősebb nézőink nálam mindenféleképpen jobban ismernek, amit idézőjelben keleti blokknak neveznénk, hogy milyen is az igazi szocializmus, vagy a szocializmus által ihletett berendezkedési formák, mondjuk aztán nem nevezhetjük szocialistának, de ugyanakkor elég sok mindent vett át a térség többi volt és jelenlegi szocialista országaitól, és akkor kezdtem el igazán érdeklődni afelé, hogy sokan azt állítják, hogy nem a nyugati forma az egyetlen forma, és meg kell ismernünk, és el kell fogadnunk más népek és kultúrák politikáját, döntéshozatali formáit és hasonlókat, és valóban ez volt az első alkalom, hogy én ezzel szembesültem, hogy ez hogy is néz ki a valóságban. Igazából többen megkérdezték tőlem, hogy miért nem adom ki magamat kínai szakértőnek, és akkor azt szoktam mondani, hogy ragyogóan tudom azt, hogy hol és mikor kell Kínába utazni, milyen feltételekkel, de a kínai gyakorlatomban, és mindjárt elmondom azt is, hogy mi mindent tanultam meg, és általában úgy, mint ahogy Izraelben a szülők a gyerekeiktől tanulnak, mert valami egész más gondoltam Kínáról előtte. Tehát nagyon sokszor jártam Kínába gyógyszert vinni neked, könyveket vinni, mert így még mindig olcsó volt, mint hogy az ember föladta volna. És hány évet is töltöttél el Kínában tanulással? Az én Kínával történő kapcsolatomhoz nagyon sok évre tekint vissza. Először 2007-ben merült fel az elképzelés, hogy kínaiul kellene tanulni, nemes egyszerűséggel azért, mert rám szólt az Európai Unió Parlament, hogy nem beszélek elég nyelvet, és a kínait hozzá kellene adni. És akkor egy közös családi döntés alapján úgy döntöttük, hogy kezdjek el kínaiul tanulni, és ezért 2009-ben én már Kínában tanultam, tehát idestova
De előtte az ELTE-n is tanultam. Az előtte az ELTE-n is tanultam, de 2009-ben kezdődött el konkrétan Kínában a közvetlen kapcsolatom. Bár 2007-ben már elkezdtem az ELTE-n kínaiul tanulni, azért az akadémikus tanulás, vagy az akadémiai tanulmányok folytatása a valóságtól meglehetősen messze van. Ezt azt akarod mondani, hogy igazán van, amikor azt mondom bizonyos országok, témák szakértőinek, hogy nagyon jók, hogy ők a nyelvnek a szakértői egy egyetemi könyvtárszobába, de nem biztos, hogy egy pohár vizet tudnak kérni. Tehát lehet, hogy a Bibliából valamit le tudnak fordítani és okosságokat mondani, de egy pohár vizet vagy egy vitát levezetni nem biztos. Most mondani fogok valami olyat, amit megérem a kedves nézőknek, hogy soha többet nem fogok mondani, ezzel teljesen egyetértek. Ezzel a kijelentéseddel, és ez valóban ritka a kettőnk kapcsolatában, de én meggyőződésem, hogy az egyetemi tanulmányok, a kutatás, amit önmagunk végzünk el, az csak egy bizonyos szintig visz el bennünket, és valóban személyesen kell megtapasztalni, akár mint diák, akár mint üzletember, akár mint diplomata, magát, a célországnak az életét, a mindennapjait. Anélkül szakértani nem lehet. És akkor már is kezdjük. Nekem mindenféle elképzeléseim voltak Kínáról, amikor először például elmentem veled lakást választani, persze akkor már sokat szóra volt a Motis egyetemi éveidet is. Ott töltötted, nekem legjobban azt tetszett, amikor beiktattak és te képviselted a követséget, és azt mondta a miniszter, hogy és itt van egy diákom, pedig nem szoktam elprivatizálni a dolgokat, aki, és az angol fordítás úgy mondta, hogy a Magyar Népköztársaságot képviseli, és megtapsoltak egy ilyen 6000 fős terembe. Te az első sorba ültél, én ott sanyarogtam, mint VIP a 10. sorba. Ez adott egy ilyen személyes jó érzést is, de ez nem nagyon szokás Kínába, hogy valakire ennyire emlékeznek. De szokás, azt kell megértenünk, hogy valóban másfajta kulturális berendezkedésről beszélünk, és ne felejtsük el azt, hogy fehér ember, mármennyire zsidó ember fehér embernek számít, az Ázsiában akkor is kuriózum, akkor is exotikum. Tehát bár a mi egónknak nagyon jót tesz, hogy Kínában kiemelten bánnak velünk, nem célszerű ezt összetéveszteni a tisztelettel. Tehát én nagyon hálás vagyok természetesen minden olyan kínai szervezetnek, amely engem az első sorba ültetett karrierem során, de ennek nem mindig az volt a lényege, hogy engem kifejezetten tiszteltek, hanem azért, mert a fotókon jól mutatnak a külföldiek. Értem. Az első dolgod az volt, amikor Kínába legelőször mentünk, hogy ne legyenek előítéleteim, és tanuljam meg, hogy ez az embercsoport előre gondolkodik, 100 években, tehát hosszú távra tervez. Így van, és ezzel is ismételten egyetértek, tehát nagyon fontos az, pláne hogyha szakértőt akarunk magunkból csinálni, hogy előítéletek nélkül tekintsünk egy más kultúrára, úgymond nulláról ismerjük meg. Mert nagyon-nagyon könnyű értékítéleteket mondani egy bizonyos szemszögből. De ha Kínánál tartunk, és ha Kínáról beszélünk, ne felejtsük el, hogy közel 1,5 milliárd ember, a világ második legnépesebb országa mára, olyan hatalmas gazdasági hatással a világra, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy valami rossz. Nem mondhatjuk azt, hogy Kína politikailag, gazdaságilag, emberi jogok szempontjából 100%-osan negatív. Nem mondhatjuk azt, hogy a kultúrájuk elfogadhatatlan, az irodalmuk nem tetszik, és a többi. Hanem úgy kell oda mennünk, hogy most megismerünk valami mást. Amiben ugyanúgy vannak pozitív és negatív oldalak, a művészetnek vannak szakértői és látens művelői, ezt ugyanúgy meg kell érteni, de addig nem mondhatunk semmilyen értékítéletet, amíg nem töltöttünk el egy bizonyos időt azzal, hogy megismerjük azt, hogy ez a kultúra mit tud számunkra nyújtani. Na hát hála Istennek, te éppen elég időt eltöltöttél. Ha összeszámoljuk a Kínába eltöltött éveidet, akkor az mennyi? Hát ott lassan 15 évnél tartunk. Na most, hogy lehet megszokni azt, hogy az ember lemegy a metróba például, akkor nekem olyan érzésem volt, hogy mindjárt a csontjaimat szedik szét, mert egy kicsit olyan heringszerűen voltak. Igaz, te mondtad, hogy nem menjek le, de azért én megpróbáltam. Nekem az a meglátásom, hogy a kínai metró talán a 21. század legnagyobb vívmánya, ha ezt elfogadják nekem a kedves nézők, mert
és Budapestet ismerjük ellenpéldaként, egy olyan tömegközlekedési rendszert létrehozni, ami hatékony, olcsó, tiszta és elviselhető, nem egyszerű, pláne egy 20 milliós város van, mint amilyen Peking adott esetben, és bár valóban sokan vannak a kínai metron, ettől még 3 percenként működik, ettől még nagyon gyorsan közlekednek a vonatok, ettől még mindig sokkal könnyebb metróval közlekedni, mint autóval a kínai fővárosban, vagy ott esetben biciklivel. Tehát én azt gondolom, hogy a kínai infrastruktúra, vagy legalábbis az infrastruktúrába tett befektetések meglehetősen jól kamatoztatják magukat, és ez valóban azt jelenti, hogy minden új metróvonalnak lényege van, meg értelme van. Minden új metróvonal a lakosság életét egy kicsit egyszerűbbé, egy kicsit gördülékenyebbé teszi. Nem mondhatnám, hogy túlzottan olcsó, de még mindig megengedhető a polgárság részére. Jeruzsálemen keresztül Budapestről jövén és Kínába látogatva arra gondoltam, hogy ott a világon minden kütyüt meg lehet venni, minden made in China, amikor te elmagyaráztad nekem, hogy nem made in China, hanem made in Kína, és hogy ezek ma már nem gagyik és teljesen jó termékek, csak oda kell figyelni, hogy az ember hol és mennyiért veszi meg, mert ha valami tized annyiba kerül, mint amiben kerülnie kellett, akkor nem biztos, hogy azzal ürt lehet repülni. Ez így van, és szerintem ez minden gazdaságra való, meg igaz ez az állítás, pláne akkor, ha van egy termelői része, vagy egy előállító része a gazdaságnak, mint ahogy Kínának volt és van még ma, többé-kevésbé, ott is vannak természetesen hamisítók, és ott is vannak olyan termékek, amik nem a maximális minőséget képzik, de ne felejtsük el azt, hogy Kínában valóban mindent lehet kapni, és mindent gyártanak Kínában, és a kínaiak nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a Made in China felirat az pozitív hangvitelű legyen, és ne negatív, és szerintem ma már bizton állíthatjuk, hogy az olyan cégek, mint a Huawei például, vagy a Xiaomi, vagy a Tencent, vagy az Alibaba. Lehet, hogy politikailag nem mindenki ért egyet azzal, hogy a velük történő üzleti kapcsolat milyen politikai hozományt hoz magával, de nem vonhatjuk kérdőre azt, hogy technológiában első osztályúak, hogy semmiben sem maradnak el, sem a dél-koreai, sem a japán, sem az amerikai, sem az európai gyártóktól, sőt, mivel Kínának folyamatosan van egy bizonyítási vágya, meglehetősen sok mindenben jóval előrébb tartanak. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy érdekes módon a zsidó állam, Izrael és Kína nagyon hasonlít a külpolitikájába. Mindenkivel szóba áll, nem akar beleszólni a másik ország belügyeibe, az emberi jogokba, ebbe, abba, amabba, hanem kereskedni akar és jó kapcsolatokat akar ápolni. Ez így van. Az én meglátásom szerint valóban Izrael és Kína mutat egy hasonlóságot abban, hogy az a meggyőződése, hogy mindenek az alapjai a gazdasági kapcsolatok. Mert hogyha stabil gazdasági kapcsolatok vannak, akkor egyik félnek sem célja háborút, fegyveres konfliktust kirobbantani. Tehát bár a szeretjük egymás gyerekek nyugati elképzelés rendkívül pozitív, ugyanakkor nem feltétlenül realisztikus egy modern globalizált világban, és Izrael és Kína is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gazdasági kapcsolataikkal behálózzanak legalább annyi partnert, hogy támadhatatlanná váljanak, legalábbis politikai szempontból senkinek nem lesz érdeke, hogy őket támadja. Értem. És akkor folytassuk ennek a két államnak a múltját, illetve hogy is állnak ők egyik a másikhoz. Egy alkalommal egy nagyon érdekes disszertációt készítettél zsidók Kínába, illetve Kína a második világháború alatt, mint zsidó mentő, és ezt még spékelhetném ennek a magyar vonzataival is. Erről beszéljünk egy kicsit. Beszélhetünk erről, zsidók a világon mindenhol voltak, vannak és lesznek is, ugyanígy Kínában is. Nem beszélhetünk a 20. század előtt egy hatalmas nagy közösségről. Igen, léteztek a kaifangi zsidók, igen, a Selyem út mentén a bagdadi meg az indiai zsidók elérkeztek valóban Kínába, de ne felejtsük el, hogy már a 20. század előtt is egy nagyon nagy lakosságú országról beszéltünk, és a zsidóság, nem sokat nyomot alatba Ázsiában, soha, mondjuk így. És akkor jöttek a 30-as évek. És akkor jöttek a 30-as évek, amikor a zsidók elkezdtek menekülni
Európából, illetve Oroszországból, még a háború, két háború között is, és eljutottak valóban Kínába. Kína akkor nem feltétlenül rendelkezett szabadon a külső határaival, tehát azt nem mondhatjuk, hogy ők azok, akik behívták a menekült zsidókat, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy békében éltek velük, minden segítséget megadtak a zsidó menekülteknek abban az időben, már amennyire lehetőség volt, mert ugye később a japán megszállás ez sokkal nehezebbé tette, de valóban nagyon erős zsidó közösségek alakultak ki, Qingdaoban, Shanghaiban, Pekingben, Tianjinben, és még sorolhatjuk, ahol ezek a kis Európából és Oroszországból származó zsidók közösségeket építettek ki. Ezek a közösségek mára már nem nagyon léteznek, ezek időközben ugye Izrael megalakulása után kimentek Izraelbe, kimentek az Egyesült Államokba, ugyanakkor ennek a maradványait azért ma is felfedezhetjük. A művészetben, az épületekben. Így van. A japán megszállásról, illetve a kínaiak ellen elkövetett japán bűnösségről majd egy következő alkalommal beszélünk, ne keverjük a szépet a nem széppel. Ma akkor nem nagy közösség van Kínában, zsidó közösség. Nem beszéltünk nagy közösségről. Akik vannak ma zsidók Kínában, azok amerikai és izraeli üzletemberek által generált közösségek, reformok, ortodoxok és a többi, ami tulajdonképpen azt a közösséget hivatott kiszolgálni, aki kimentek Kínába, expatriótaként ott élnek, illetve nekik a családjaik. Egy izraeli üzletembernek lett egy kínai felesége, akkor az ő gyermekeit, bár az anyjuk nem zsidó, mind az ortodox, mind a reform közösség elfogadja tagjainak. Hogyha egy európai zsidó megy ki a családjával, akkor a gyerekeknek tud szolgáltatni valamilyen fajta közösségi életet, sábeszkor, nagy ünnepekkor, és a többi. A héber nyelvet sikerül nagyjából megőrizni. Egy nem nevezném érdekképviseleti csoportnak, mielőtt megint csak a zsidó összeesküvésre terelődne a téma, de valóban ezek a közösségek adnak valamilyen támpontot az odaérkező zsidóknak. A két országnak van még egy nagyon fontos hasonlósága. Eltanulták a spanyoloktól, a Cervantes intézettől, a Goethe intézettől, hogy tulajdonképpen egy nemzetállam nyelvében él, és úgy lehet szimpatizánsokat szerezni, illetve a kultúrát terjeszteni, hogyha ezt a nyelvet kellőképpen a világ több pontján beszélik. Mit tettek a kínaiak? Mármint a kínaiak a kínai nyelv promóciója érdekében. Hát nagyon sok mindent. Azt kell mondanunk, hogy ez a kínai soft power egyik legeredményesebb fitoktatása, hiszen a kínai mandarin nyelvet úgy tartjuk nyilván, mint a világ egyik legnehezebb nyelvét. Ettől függetlenül és ennek ellenére azért a Konfuciusz hálózat, már nem így hívják, de a mindenki által ismert Konfuciusz intézet hálózat valóban az egész világon megjelent, és elérte azt, hogy valamilyen szinten demisztifikálja a kínai nyelv tanulását. Azt nem állítja a Konfuciusz intézet, hogy egy év alatt meg lehet tanulni felsőfokon. De azt állítja a Konfuciusz intézet, hogy nem annyira nehéz ez, mint gondoljuk, és több száz, több ezer, több tízezer ember jut el szépen lassan egy olyan középfokú nyelvhasználatig, hogy a kínai nyelvet szépen lassan tekinthetjük akár globális nyelvnek is. Hogy figyelják ma a Konfuciusz intézetet, hogy legyünk napra készek? Jelenleg ez sokszor változik. Ma az Oktatási Minisztérium alá tartozó valamilyen szervezet, meg nem mondom most, hogy hívják, de megérem, hogy a következő adásra egy pontos névvel tudok. Na most, a Jeruzsálemi Héber Egyetemen külön tanszék van, ahol kínaiul tanulnak, viszont a kínai idegen nyelvek egyetemén héberül tanulnak. Ez így van, a kínai idegen nyelvek egyetemén minden nyelven tanítanak, még magyarul és héberül is. Tény, hogy nem tartozik a legnépszerűbb szakok közé, de az a tény, hogy mind a kettő ott van, és mind a kettőbe pénzt és energiát fektet a kínai állam, azért nagyon nagy jelentőségű. Azt tudom mondani konkrétan, hogy magyarul ma 13 kínai egyetemen lehet tanulni, ami azért egy meglehetősen nagy teljesítmény. Ugye ne felejtsük el, hogy lakosság szempontjából Magyarország talán nincs egy szinten Kínával, ettől függetlenül olyan hatalmas jelentőséget tulajdonítanak a magyar kapcsolatoknak a kínai népköztársaságban, hogy igenis van értelme kinevelni egy olyan réteget, akik beszélnek magyarul, akik tudnak kínaiul, magyarul tárgyalni, akik napi kapcsolatot tudnak ápolni a magyarokkal, és ugyanez vonatkozik a héber nyelvtanulásra is.
Természetesen itt már egy picit problémásabb a kérdés, mert ugye héber nyelvet, általában nyelvet tanulni kultúra és politika nélkül nehézkes, és Kína nagyon-nagyon ügyel arra, hogy ne kötelezze el magát egyik politikai szereplő mellett sem, és ez a megjelenik természetesen az arab tanításban is Kínában, amit szintén csak minden egyetemen lehet tanítani, de valóban egyre erősebb héber nyelvi lektorátusok vannak. Valóban egyre erősebbek a kapcsolatok kulturális szinten a két ország között. Akkor azt magyarázd meg nekem, mert így beszélgetés közben alakul ki a beszélgetés gerince, hogy neked mi okozta, hisz az általános iskolában már tanultál arabul, meg a gimnáziumban, hogy Dafke az arab szinten, tehát hogy ez egy államvizsgának is megfeleljen, ez Dafke Kínából interneten csináltad. Hát megmondom őszintén, az én arab tanulásom az mindig hobbi volt, és Kínában is, mert én a Covidot végig Kínában éltem meg, hát sok más nem lehetett csinálni. Mondjuk ezt így, hogy a lehetőségek tárháza nem volt túlzottan széles, be voltunk zárva a lakásba, valamit csinálni kellett, és ezért a plusz online nyelvóra az nagyon jól jött, annak ellenére az időeltolódás miatt hajnali 2 és hajnali 4 óra között került rán sor, hát az ember már be van zárva, akkor miért ne tanuljon? Értem. Mennyire lehet arabul boldogulni Kínába? Semmilyen szinten nem. Csak ugyanannyira nem lehet, mint ahogy magyarul. Kínába kínaiul lehet boldogulni. Értem. És akkor héberül sem lehet boldogulni. Héberül sem lehet Kínába boldogulni. Értem. Ezzel szemben önök boldogulhatnak kínaiul is, meg héberül is, hisz kínaiul a hétvégén, héberül meg minden nap vannak híreink, ami egy nyelvórának is számít. És akkor a következő ország, persze Kínában még visszatérünk, mennyire jó, ezt még maradjunk Kínánál, hogy mennyire jó egy magyar diáknak, aki Kínában tanult tovább. Tehát téged mi minden ért azért, mert Kínába tanultál? Meg kell, hogy én nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben voltam mindig Kínában. Azért, mert két olyan ország polgára vagyok, konkrétan Magyarország és Izrael polgára, amelyek minden kor nagyon jó kapcsolatot ápoltak a kínai népköztársággal. Tehát Magyarország Kínában úgy ismert, mint Kína egyetlen barátja az Európai Unióban, és Izrael meg úgy ismert, mint Kína egyik legfontosabb technológiai, technikai és technológiai partnere. És ezzel a két országgal hátam mögött be kell, hogy valljam őszintén, hogy én sokkal jobb helyzetben voltam, mint nagyon sok más diáktársam. Tehát engem, és nem azt akarom mondani, hogy más diákot értek atrocitások, de engem mindig úgymond előnyösen különböztettek meg a kínai iskolák, a kínai hatóságok, mert két olyan országot idézőjelbe képviseltem, természetesen mint diák nem képviseltem senkit, de két olyan országból származtam, amely nagyon jó kapcsolatokat ápol a kínai népköztársággal. Amikor a diákszálon laktál, egyszer mentem hozzád, és láttam, hogy kint az udvaron, az egyetemi diákszállásnál, ott egymásra vannak az érkező könyvek, csomagok, és senki nem viszi el a másikát. Ez jellemző a kínai népre? Valóban jellemző a kínai tehát népre. Tehát nem a postás bedobálja a dobozokba, oda leteszi, ezt mindenki kiválogatja magáét. Nézzük azt, hogy egy Kína-szerű felépítésű állam, ahol valóban nagyon az ellenőrzése a polgárságnak, megvannak az előnyös oldalai, hogy az emberek nem igazán lopnak. És mert ugye minden be van kamerázva, tehát nem célszerű, nem feltétlenül önön jóságok miatt nem lopnak az emberek, hanem azért, mert sokkal nehezebb, és valóban Kínában az internetes vásárlás a kereskelem fő ága mára, és ezért mindent az ember interneten keresztül rendelnek, és tény, hogy nagyon furcsa megszokni azt, hogy a csomagokat, amit az ember kap, azt egyszerűen ledobják valahova, és minden lakó, akár egy diákszálló lakó, akár egy lakónegyedről beszélünk, mindenki oda megy és elviszi a saját csomagját, és az emberek valóban nem lopnak. Ez tény, ez kicsit furcsa, mert hogy én itt Budapesten a teregetett ruhákat nem merem kirakni az ajtó elé, attól való félelme, mert egy órával később már nem lesz ott, de Kínában, ha elutaztam és csomagok érkeztek a lakásom elé, akkor azok ott lehettek akár egy hétig is, a kutya nem nyúl hozzá. Apropó, mennyire szeretik a kutyákat? Egyszerűen én egészen végig Pekingben éltem, és Peking az egy kutyabarát
hely, már mint abból a szempontból, hogy, hogy nyíltan nem utálja senki a kutyákat. Érezhető, hogy a kínai kultúrának nem része a kutyatartás, és már a nagyon félve használom azt, hogy nyugatiasodott kínaiak tartanak ma kutyákat, de ezeknek a száma már annyira nagy, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát egy lakóparkban azért minden harmadik, negyedik családban már van egy kutya. De azért vannak ilyen kínai, picit túltenyésztett mindenféle kutyák. Természetesen igen. Vannak, ez is egy üzletág, ne felejtsük el, és a kis mini kutyák, azok általában Ázsiában... Státusz szimbólum, rendkívül drágák, miért ne? Értem. És még valaki leszűrné, hogy te egy ilyen túltenyésztett pekingi vagy, azért elmondhatjuk, hogy Kínát járod, hisz napjainkban is havonta legalább kétszer visszarepülsz Kínába. Ez így van, és már nagyon várom, hogy mikor hozzák közelebb azt a Kínát, vagy mikor rövidítik le a járatok hosszát. Tényleg nagyon-nagyon sokat járok ki. Most már nem feltétlenül Pekingbe, hanem Kína első, másod és harmadrangú gazdaságilag értendő városaiba, mert jelenleg a kulturális kapcsolatok ápolásán dolgozom, több különböző magyar és kínai szereplőnek a kiállításait, a kulturális programjait, az oktatási programjait próbálom összekapcsolni egymással, ez a munkám, és tényleg... Tehát folytatod ott, ahol, amikor a Liszt Intézetnek voltál az igazgató, vagy korábban, mint diplomata. Így van, tulajdonképpen ugyanazt a munkát folytatom, kicsit más meglátással, hiszen a piaci szereplők azok gyakorta más szempontokból nézik a kulturális kapcsolatok kifejlesztésének módját, mint az esetben a kormány, hiszen ne felejtsük el, a Liszt Intézet, ugye a Magyar Kulturális Központ tulajdonképpen világszerte, amelynek, bocsánat, amelyek közül a pekingi Liszt Intézet család egyik legnagyobb és leghíresebb a világon munkásságát tekintve. Hány évet vezetted ezt az intézetet? Én 3 évig voltam helyettes, és 1 évig vezettem, tehát nem mondhatnánk azt, hogy túl nagy nyomot hagytam volna a pekingi Liszt Intézet életében. Én szeretném azt képzelni magamról, hogy a kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez valóban hozzájárultam, de adott egy olyan szintű megértését a kínai kulturális életnek, amelyet ma már a magyar szereplők számára hasznosítani tudok. Érdekes, én többször mondtam kínai követségen vagy Kínában, hogy a Breuer Ádám fia vagyok, tudják az, és akkor azonnal mindent elintéztek. Hál' Istennek! Jó. Maradt még 17 percünk a mai adásból, és akkor, ha már választottuk partnernek Kínához Izraelt, akkor repüljünk tovább Izraelbe. A légtér jó lesz, mert napjainkban csak az állami társaság, az Elál és az Arkia repül, hisz a charterek cserben hagyták az országot, mert biztonsági okokra hivatkozva nem repülnek. Milyen lehet egy ország élete, ahol 180 ezer ember ki van lakoltatva északon, délen az ország különböző szállodáiba laknak, és kezdjük, hisz te jártál ott iskolába. Milyen lehet annak a korosztálynak, aki most érettségizne majd áprilistát, illetve kezdené januárban már az előérettségéket? Volt nekik másfél-két év Covid kihagyás, most már több mint 2 hónapja, másfél hónapja már nem járnak iskolába, hisz szanaszét vannak szórva az országba. Hogy fognak tudni azok vajon leérettségizni? Először is szeretném teljesen egyértelművé tenni, hogy míg, amikor Kínáról beszélünk, úgy gondolom nézőink nagy részével egyszintű objektivitást tudok mutatni, én Izraelben kapcsolatban nem vagyok objektív, nincs is ilyenfajta célom, vagy kívánalom, hogy objektív legyek. Én Izraelben születtem, én izraeli vagyok, emellett természetesen magyar állampolgár is, de én izraeli vagyok, és ezért nem feltétlenül gondolom azt, hogy objektívnak kellene maradnom, nem is lenne hihető. Azt gondolom az izraeli fiatalokról, és ne értse félre senkit, nem érzéketlenségről van szó, hogy a helyzet ma Izraelben nem különbözik attól, mint a helyzet a 80-as évek vagy a 90-es évek Izraelével, amikor én nőttem őt föl, akkor is állandó volt a háború fenyegetettsége és az időközönkénti háború. Az, hogy a Covid milyen hatása volt Izraelre, ugyanolyan hatása volt Izraelre, mint a világ összes többi pontjára. Tehát a kettőt nem feltétlenül fésülném össze. Azt gondolom, hogy az izraeli fiatalság
adott esetben az izraeli diákok, az izraeli gimnazisták, az érettségi előtt állók, azok egy olyan kultúrkörben nevelkedtek, hogy az, hogy éppen háború van, az nem kifogás arra, hogy az ember ne tanuljon rendesen. Tehát ez nem egy elfogadható magyarázat. Egy zsidó anya soha nem fogadná azt el, hogy azért, mert a fejünk fölött egy rakéta suhan el, ettől az ember még ne írjon házi feladatot, vagy ne tanuljon egy vizsgára. Gondolom, elég sok zsidó nézünk van, mindenki gondolja el, hogy ezt a kifogást akár az édesanyja, akár az iskola elfogadta volna, mert nem ráesett a rakéta, nincs oka arra, hogy ne írjon házi. Na de napjainkban nem az otthonukban laknak, nem a saját pizsamájukban alszanak, nincsenek velük a saját kutyájuk, macskájuk, ez hanem egy-egy szállodába északról délre költöztették. A legnagyobb város ma Izraelbe, például Kiryat Shmone, ezt azért mondom, hogy a legnagyobb város, mert közel 19 településen helyezték el Kiryat Shmone őslakosságát. Az annyit jelent, hogy de a kitelepítettek között vannak a tanáraik is, és van például olyan gimnázium, ami orvostudományra szakosodott, tehát hogy a jó diákok orvost hallgatók, van, aki művészetre, és éppen ezek a szaktanárok hiányoznak most, mert nem tudnak, mit tudom én, Tel Avivba átugratni Élátról, habár Tel Avivba, a Tel Avivi Egyetemen, ahova te is jártál, amikor első és második osztályos voltál, ugyanebben a szisztémában ők is bejárnak. Beszélj erről, légy szíves. Igen, tehát nem arról van szó, nem szeretnénk minimalizálni a helyzetet, ami jelenleg Izraelben folyik, hanem megint csak az a lényeg, hogy az izraeli állam struktúra, és az oktatási struktúra fel van készülve ezekre a helyzetekre. Tehát nem arról van szó, mint ahogy a Covid idején láttuk azt világszerte, hogy hirtelen a diákoknak több éve esik ki az oktatási rendszerből, Izraelben nem erről van szó. Már csak azért sem erről van szó, mert ne felejtsük el, hogy Izraelben a gimnázium befejezésekor az emberek nem járnak egyetemre, hanem az emberek katonának mennek el, és csak 2-3 évvel később kezdenek el foglalkozni az egyetemi tanulmányaikkal. Ez azt jelenti, hogy az egyetemi tanulmányok nem függnek annyira a gimnáziumi teljesítménytől, mint más országokban. Tehát az ember befejezi a gimnáziumot, így úgy, amúgy, és utána kap egy második lehetőséget arra, hogy idézőjelben felnőtten összeszedje magát. Tehát én nem gondolom azt, hogy bár a jelenlegi helyzet iszonyatos nehézségeket hordoz magával, mert ugye ezeknek a gyerekeknek a diskoláztatását meg kell oldani, és a tanárokat után kell pótolni, és biztosítani kell azt, hogy Izraelben mindenkinek vallástól, nemtől, kisebbségtől való hozzázás nélkül ugyanaz az oktatás kiárjon. Ezek valóban nehézségek, ezek valóban problémák, de semmi olyanról nincsen itt szó, amely ne lenne az izraeli kormány, lett legyen szó bármelyik izraeli kormányról, számára ne lenne megvalósítható. Magyarországon voltak idők, amikor az általános iskolákban, hogyha egy gyereket nem érdekelte a tananyag, vagy kicsit izgága volt, vagy nem figyelt oda, akkor áttették egy olyan osztályba, egy gyógypedagógia osztályba. Ezzel szemben te nem izgága voltál, hanem nem pontosan érdekelt, megtanultad, de nem kötött le, így kerültél első osztályos korodba a Tel Avivi Egyetemre. Mi is volt ott a feladat? Izraelben nagyon sok olyan program van, amelynek hál' Istennek én is részese lehettem, hogy azoknak a diákoknak, akinek talán kicsit szélesebb az érdeklődési köre, azoknak lehetőséget adnak arra, hogy hetente egyszer-kétszer iskolán kívüli oktatásban vegyenek részt. Én nekem is sikerült bejutnom egy ilyen programba, aminek az volt az eredménye, hogy lényegben péntekenként vagy keddenként az iskola helyett egyetemre jártunk külön előadásokat hallgatni. Természetesen módosítva egy kicsit a gimnazisták gondolkodásával, gondolkodási módjára, már általános iskolában is elérhető ez a fajta program, aminek az a célja, hogy azok van, akikben fantáziákat látnak, és szeretném egyértelművé tenni, hogy ez egy ingyenes program, tehát nem arról van szó, hogy a szülőknek elitképzést kell megfizetnie, hanem azoknak a diákoknak, itt úgymond az oktatási rendszer kiválaszt, annak megadják a lehetőséget, hogy az érdeklődési köre szerint kiszélesítsék egy kicsit a látókörét. Beszélünk itt a biológiától, a robotikán át, a komparatív vallás tanulmányokig, mindenre gondolunk itt. Mindig megértik, felfedezik azt, hogy a diáknak mi lehet az érdeklődési köre, mihez van kapacitása, és afelé irányítják őket. Nagyon hasonlít ez az izraeli védelmi erők
kiképzési formájára, ahol nem arról van szó, hogy 18 évesen az embernek a kezébe adnak egy fegyvert, azt mondják, hogy menjél lőni arabokat, hanem arról van szó, hogy felfedezik azt, hogy minden emberben milyen potenciál rejlik, és hogy ez hogyan lehet az ország szolgálatába állítani. Jó. Akkor te például hogy kezdtél ezt zenét tanulni? Mert te vagy a riportalany, a megszólaló, és ráadásul még zenélni is tudsz. Többé-kevésbé. Köszönöm szépen. Jól nem, de megint hát csak... Hát elég férfiasan elmondom a nézőknek, hogy elég borzalmas volt, amikor egyszerre két gyerekem hegedülni tanult. Erről a szomszédoknak is véleménye volt. Sőt, a gyerekeknek is, de azt tudom mondani, hogy... De anyád kitartó volt. Hogy ez is tulajdonképpen annak a része, hogy az izraeli oktatási rendszernek célja, hogy mindenkiben felfedezze a benne rejlő potenciált. Engem valóban már 4 évesen elküldtek zenét tanulni, mert felfedeztek egy szemkész koordinációs problémát, amelyen azt mondták, hogy a hegedű segíteni tud, valóban segített is, ma már tudok rendesen írni, olvasni, többé-kevésbé, és ezért kezdetét vett egy nagyon hosszú zenetanulási folyamat, amit sajnálatos módon tínédzser koromban később abba hagytam, a mostanában próbálom újra feléleszteni. De aztán végül is megirigyelted a zongorámat, és leültél zongorázni is. Igen, valóban, minden hangszernek egy kicsit utána jártam, ami elérhető volt. Sosem volt célom, hogy zenész legyek, de mindig egy hobbiaim közé tartozott, mondjuk így. Érdekes módon pedig egy légiutas kísérő barátnőm nekem azt mesélte, hogy valami klaviatúrát rajzoltál magadnak ott a business classon, és ottan pünttyögtél a papíron. Az ember játszik, igen. Értem. Akkor menjünk vissza. Mi vonzó abban az Izraelben, ahol te egy benszülött vagy, és a szüleid importalanyok? Hát nagyon sok minden vonzó van, de megint csak nem tudunk objektívak lenni ebben a kérdésben. Én azt mondom, hogy Izrael minden nehézség ellenére alapvetően számomra az ígéret földje, ez azt jelenti, hogy ott egy modern zsidó ember, és én annak tekintem magam, én nem vagyok vallásos, nekem a zsidóság egy származás, és nem egy vallási meggyőződés. Talán egy kultúra is. Egy kultúra is, mondjuk inkább, hogy vérrokonság, ahogy én szeretem ezt nézni, és én biztonságban érzem magam mindenhol a világban, de talán kicsit égbiztonságosabban érzem magam Izraelben. Ahol tudom azt, hogy úgymond családi hovatartozásom miatt nem fognak engem kinézni, nem igazán fordulhat elő, hogy kinéznek, illetve az államstruktúra úgy van beállítva, úgy van berendezkedve, hogy idézőjelben engem védjenek. Ez egy meglehetősen vonzó dolog számomra Izraelben. Ha valaki nem zsidó, attól még Izrael rendkívül vonzó lehet, mert hogy az IT-ba, a mezőgazdaságba, a modern technológiába fektetett energia olyan mértékű, hogy aki efelé érez valamilyen nyitottságot, Izraelben sok a munka lehetőség. De az előbb által elmondottakban az emberbe fektetett energia is. Ez így van, az emberekbe fektetett energia nagyon-nagyon-nagyon nagy, és ezért pont ezért, hogyha valaki affinitást érez a gazdaságnak e szektorai felé, lehet menni Izraelbe, ahol az emberi munkaerőt, legalábbis a specializált emberi munkaerőt, mert ne gondoljuk azt, hogy Izraelben minden tökéletes, a specializált emberi munkaerőt nagyon nagy becsben tartják. Mennyire kovácsolja össze a társadalmat, ezt a nagyon sokrétű, nagyon sokszínű társadalmat egy-egy sziréna megszólása, például egy légitámadás. Ugye nekünk voltak szomszédaink, akik nem lelkesedtek a hegedűitektől, a kutyáktól, az aranyhörcsögöktől, és egyéb, de ha megszólalt a sziréna, vagy ha valaki hozzátok szólt az utcán, akkor azonnal ott voltak, hogy mi van? Ez így van. Ne felejtsük el azt, hogy az izraeliek általában azért állandó fenyegetettség alatt élnek, és függetlenül attól, hogy milyen belső konfliktusok vannak, mert azért vannak Izraelben. Vallások és nem vallások, askenázok és szefárdok, kulturális, rendkívül háttér, pénzügyi státusz és a többi, majdnem kasztrendszerek vannak, nagyon sok a belső konfliktus, de amikor megszólalnak a szirénák, akkor ahogy a rakéta sem fog különbséget tenni vallásos és vallástalan szefárd és askenász között, nekünk sem szabad akkor, amikor baj van, és amikor sziréna van, akkor olyan nincs, hogy valakit ne engednénk be a lakásunkba, a búvóhelyünkre, hogy valakinek ne segítsünk. Értem.
Izrael sokszínűségéről. Hogy lehetne úgy beszélni, hogy senkit meg ne sértsünk? Mert a szivárvány színűektől az ultraortodoxig, a római katolikusokig, akik egész életükben azért imádkoztak, szinte Jeruzsálem szindrómába szenvednek, hogy ott sétálhassanak az események helyszínén, a hithű muzulmánokig, akik napjában többször a műzein hívására imádkoznak, ez mind egyszerre elfér, és vannak olyan helyek, ahol békésen meg is fér. Hogy létezik ez? Hát miért ne létezne? Én azt érzem, hogy Izrael ebből a szempontból egy kristálytiszta példája annak, hogy bár a belső konfliktusok azok sokrétűek, ezek nem jelentik azt, hogy nem tudunk békében együtt élni. Tehát ahhoz hasonlítanám, ahogy egy nagy család funkcionál. Attól, hogy vitatkozunk egymással, az nem jelenti azt, hogy nem szeretjük egymást, hogy nem vagyunk képesek együtt élni. Természetesen Izraelben is szivárványhoz hasonlóan minden előfordul, minden politikai, vallási, nemi beállítottságú nézőpont, és mindegyik megjelenik egyszerre a politikában, ettől ilyen nagy a hangzavar általában, de ez nem jelenti azt, hogy ezek az emberek nem képesek egy közös jövő érdekében együtt dolgozni, együtt építkezni. Mégis miért mondják azt, hogy Tel Avivra, hogy Medinát Tel Aviv, mondjuk a jeruzsálemiek? Ugye van egy régi közmondás, ami azt mondja, hogy Hajfa a munkának, Jeruzsálem a léleknek, Tel Aviv meg az életnek. Ezzel is teljesen egyetértek. Ne felejtsük el, hogy egy országnak a központja, hogy nem mondjunk fővárost, ez nem feltétlenül egyezik meg mindig a kormány székhelyével, gondoljuk New York kontra Washingtonra, gondoljunk Peking kontra Shanghai, Shenzhen kantonra, gondoljunk Canberra kontra Sydney és Melbourne-re, tehát ez nem egy annyira valóságtól elrugaszkodott példa, valóban Tel Aviv, illetve Gush Dan ország központi kerülete, nevezzük így, vagy régiója, az a hely, ahol minden megfér egymás mellett. Ez sincs teljesen így azért, mert mondjuk azt, hogy nem mindenki fér el egymás mellett, hanem a hozzám hasonló szélső liberális judeobolsevikok, azok kényelmesen elférnek egymás mellett. De valóban nem a Tel Aviv életstílus jellemző az ország mindegyik részére, de szerintem ez máshol is így van. Tehát míg Jeruzsálem három monoteista és sok egyéb kisebb vallásnak a találkozói hely, és ezért a szellemi, a spirituális élet iszonyatos nagy hangsúlyt kap, addig Tel Avivban inkább a liberális életvitel, a szabad mozgás, a szabad kereskedelem sokkal jobban jellemzi. Ezért hívják Medinát Tel Avivnak. Ezért hívják Tel Aviv országának, mert meglehetősen más a felépítése, a társadalmi felépítése a városnak, illetve a város vezetés által fontosnak tulajdonított részek sokkal másabb. Erre megkérdezhetni a néző, hogy ha egy ilyen judeo-liberális például Jeruzsálembe akar lakni, igen, akkor... Nem akar. Általában nem akar. Ez egy borzasztó, egyszerűen tudok válaszolni erre a kérdésre, nem akar Jeruzsálemben lakni. Igen, Jeruzsálem Izrael állam fővárosa, igen, Jeruzsálemet mindig a szívünkben hordozzuk, igen, Jeruzsálem nagyon fontos, lakjon ott az, aki ezt lelkileg kibírja. Én nem szerettem volna soha, nekem soha nem volt ilyenfajta célom, hogy én Jeruzsálembe éljek, nagyon sokszor egy világ tört össze bennem, amikor Breuer Ádám Zi-Ivi Daniel a Mizgábladába, az óvároson kívüli első szülő otthonban született, így beszél szülővárosáról. Gyönyörű város, nagyon szeretem Jeruzsálemet turistaként, tolmácsként, diplomataként, el vagyok tőle ájulva. Lehetőleg még mielőtt bezárnak a boltok este, induljunk vissza Tel Avivba, csak 60 kilométer meg lehet oldani. Kedves nézőim, ennyi volt a távol és a közel-kelet Breuer módra. Legközelebb is várom Önöket, akik lemaradtak volna, vagy szeretnék, hogy ismerőseik is megnézzék, a csatornánk YouTube tárán megnézhetik, vagy a honlapunkon. Egy hónap múlva biztos jelentkezünk, és akkor újabb egy repülőszőnyegre szállunk, és újabb területeket fogunk bemutatni. Természetesen mindig visszatérünk az előzőkre, hisz egyre többet szeretnénk bemutatni, és mindig hivatkozással visszatérni. Úgyhogy ne felejtsék el a japán-kínai nézeteltérésekről,
és Japán csúnya dolgairól is beszélünk Kína esetében legközelebb. Tartsanak velünk. Ádám, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A viszontlátásra.